Szeptember 26-án megtartotta rendes nyilvános ülését Hévízváros képviselőtestülete. Módosították többek között a város közterületein a járművel várakozás rendjéről szóló önkormányzati rendeletet. Elhangzott, október elején megkezdődik a nagy parkoló műszaki átadása, de jövő év február 29 ig díjmentesen használhatják azt a vendégek. Ezen kívül az egész város parkolási rendszerének felülvizsgálatát és modernizálását is elindították, így tavasztól több változás is várható majd. Tárgyaltak a Hévíz Balaton Airport likviditásának helyzetéről, Pabgábor Gábor polgármester leszögezte, folynak tárgyalások a 2020-as év járatfejlesztésére vonatkozóan. Döntöttek a Burza Hungarika felsőoktatási ösztöndíj pályázathoz történő 2020-as csatlakozásról. Az 5000 forintos állami támogatás mellé az önkormányzat további 10.000 forintot biztosít a pályázó diákoknak. Elfogadta a testület Vas Géza hévízi lakos felajánlását. Géza bácsi készítette annak idején a magyar történelmi képes krónikát, mely a Városi Könyvtár állandó kiállítása és színfoltja. Ennek az önkormányzat részére történő adományozását a testület köszönettel elfogadta. Beszámolót hallgatott meg és fogadott el a testület a Keszthelyi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság tavalyi évi tűzvédelmi tevékenységéről. A város köszönetét fejezte ki az ott dolgozóknak, a Hévízváros területén is végzett gyors és hatékony intézkedésekért. Tárgyalt továbbá a testület a Csányi közalján található parkolónak használt magánterület megvásárlásáról is, az ingatlan tulajdonossal történő megegyezés után városi parkolóhelyek kialakítását szeretnék ott kivitelezni.